Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum Ungarndeutschen Magazin. Begleiten Sie uns. Wurzeln und Flügel. Das Ungarndeutsche Bildungszentrum in Baye wird vorgestellt, wo sich an jedes Stück eine persönliche Geschichte knüpft. Reiche Privatsammlung von Agnes Sauer. Zusammenleben von zwei Kulturen. Nationalitäten an einem Tisch im Branauer Ratspetter. Blaskapelle aus Bavarz. Auf ungewöhnliche Weise haben die Bläser in der örtlichen Kirche ein Konzert gegeben. Zur Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen gehören zurzeit drei große Bildungseinrichtungen, die verschiedene Bildungsmöglichkeiten anbieten. Diese sind das Friedrich-Schiller-Gymnasium in Verisvár, das Ungarndeutsche Bildungszentrum in Baye und das Valeria-Koch-Bildungszentrum in Fünfkirchen. Das Ungarndeutsche Bildungszentrum mit Sitz in Baye ist eine anerkannte deutsche Auslandsschule, wo deutsches Abitur abgelegt werden kann. Die Institution gibt den Schülern mit Goethes Worten Wurzeln und Flügel. Már egészen kiskorom óta, óviskorom óta ide járok, úgyhogy végigjártam már a Szamár lépcsőt itt az iskolában. Már óvodától kezdve őrzik így a nemzetiségi hagyományokat, hiszen már óvodás korunkban is tanultunk nemzetiségi verseket, illetve táncokat, aztán az alsó tagozatban ezt tovább bővítették, volt nemzetiségi óránk, már nem emlékszem a nevére, de ott a hagyományokról tanultunk, étkezés, öltözködés, ünnepek, és a többi. Ezt tanultam 8. koromig, és mióta gimnazista vagyok, azóta inkább a délutáni elfoglaltságokban tudom megtalálni a nemzetiséget. Sándorfi Anna sváb családból származik, többek között azért is választották annak idején a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központját. A diák elhivatott az iránt, hogy fenntartsa a hagyományokat, tavaly pedig egy nemzetiségi ösztöndíjat is nyert, amely kapcsán találkozókon vehetett részt más nemzetiségi diákokkal együtt. Az általános iskolának és az óvodának ugye 25 évvel ezelőtt kezdődött a története, és tulajdonképpen mind komplex intézmény az MNMK-nak is. Későbbiekben sem állt meg az MNMK a fejlődésben, ez a komplex intézmény még egy különleges programot valósít meg. A 2000-es évek elején vált ugyanis lehetővé, hogy a német nemzetiségi érettségi mellett németországi érettségit tegyenek a diákok. Egy komplex programmal készítjük a diákokat, és utána egy érettségi vizsgával magyarországi és németországi érettségi bizonyítványt is szerezhetnek nálunk a diákok. Ezzel lehetővé válik, hogy mind Magyarországon, mind Németországban, vagy más országban felsőoktatási intézményekben nagy sikerrel és jó eredmény tudjanak tanulni. Az intézmény német igazgatója Péter Stübler azt mondta, különlegességnek számít, hogy Baján egy külföldön elismert német iskola működik, ugyanis a világon 140 ilyen intézmény van, ezek között található az MNMK. Emellett kiemelte, hogy a felkészítés után a diákok dupla érettségit tesznek, hiszen néhány tárgyat németül, germán tanrend szerint, másokat pedig magyarul a hazai tanterv szerint tanulnak. Az oktatást a Németországból érkező, jelenleg 11 anyanyelvi pedagógus is segíti, akik német nyelven, német gondolkodás és módszertan szerint tanítják a diákokat, mondta Péter Stübler. A német érettségi bizonyítványnak az a különlegessége, amit itt megszereznek a diákok, hogy ez teljesen egyenértékű azzal, amit Németországban, mondjuk Münchenben kapnak. A magyar érettségi bizonyítvány pedig ugyanaz a bizonyítvány, amit egy magyarországi gimnáziumban szereznek. Ezen felül pedig még egy különlegesség, hogy az iskola a DSD vizsgák programjában is részt vesz, és a DSD vizsgáknak az első fokozata a DSD 1-es nyelvvizsga, amit 8. osztályban tesznek le a diákok.
Ez egy úgynevezett köztes bizonyítvány, ami mutatja, hogy milyen előrehaladást, milyen tudást szereztek már meg a német nyelv területén. Hogyha itt kulcsszavakat kellene összeszednem, akkor felelős, önálló véleményét kifejteni, megfelelő formában kifejteni képes diákok nevelése a célunk. Ehhez kooperatív tanulási, tanítási technikákat használunk, ahol megtanulnak a gyerekek egymással is együttműködni. Én azt gondolom, hogy a csapatmunka az a mai világban elengedhetetlen. Ezek közben felelősséget vállalni is megtanulnak, erre is jók ezek a technikák, illetve programunk része az is, hogy a saját tanulási folyamatukra visszajeleznek, ezzel tudatosabbá válik bennük a tanulási folyamat, nagyobb felelősséget tudnak átérezni az egész folyamattal szemben. Nagyon-nagyon fontos az is, hogy ez a tanulás tapasztalás alapú legyen, élmény alapú legyen. Ennek fantasztikus lehetősége az udvarunkon található tanösvény. Itt hagyományos tanítási kereteken kívüli oktatás azonnal megvalósítható, de számos projekt valósul meg az iskolában. Elhagyjuk a területet, elmegyünk magyarországi német falvakba, úgynevezett dorfprojekteket, vagy religions projekt, vallásokat úgy ismerik meg a gyerekek, hogy kollégák elviszik őket különféle templomokba, baján belül különféle felekezeteket személyesen ismerhetnek meg autentikus környezetben. Tehát az élmény alapú oktatás is nagyon fontos nekünk, és hát természetesen az utóbbi években ránk szakadt, és már előtte célul kitűzött digitalizáció is jelen van a mindennapjainkban. Itt talán a kulcs szó, amit mi kitűztünk, az egyrészt az észszerűség, hogy úgy használjuk, amilyen mértékben és helyen megfelelő, illetve hát nyilván a változó generációk, a gyerekeket ma leginkább ezzel lehet motiválni és lekötni. Ha ugyanazt a favágós feladatot valamilyen olyan formában kapják meg, aminek köze van az online térhez, az eszközhöz, a digitális megvalósuláshoz, sokkal hamarabb meg lehet fogni az érdeklődésüket, mint egy hagyományos papíralapú, töltsd ki, javítsd ki, pipált ki gyakorló feladattal. Nuberné Honti Ivett egységes iskolaigazgató azt is elmondta, hatosztályos gimnáziumi képzés, valamint technikumi oktatás is folyik az intézmény falai között. Turisztika ágazat, ugye a mi profilunkhoz ez passzol a legjobban, hiszen idegen nyelveket a turizmusban mindenféleképpen magas szinten kell beszélni. Nagyon jól illeszkedik, és tényleg most már olyan 30-as osztálylétszámokkal még 10-nel kezdtünk, és nagyon szépen felfejlődött 28-29 fő köré a technikumi diákok létszáma. Ugye a szakképzést azt már erősen támogatja a központi akarat, ők ösztöndíjban részesülnek már 9-től, szakmaszerzésnél igen szép támogatást kapnak majd 5. év végén. És én azt gondolom, hogy ez egy olyan diáknak, akinek esetleg nagyobb falat egy érettségi, egy nagyon jó köztes megoldást találtak, hiszen ők 12. év végén közismeretből leérettségiznek, ugyanazt a magyar matematika történelmi érettségit, amit bárki más, aki érettségizik, azt megteszik. És talán még van egy évük a szakmai vizsgára felkészülni, amitől ugye szakképzettséget kapnak, és az idegen nyelv vizsgára. Tehát, hogy ez így nagyon jó modellnek tűnik, még előttünk áll a próba, mert ugye az első ilyen végzettség az még 3 év múlva lesz majd csak teljes. Most az első ágazati alapvizsgára készülünk a 10-esekkel, ők a szakma gyakorlati részébe kóstolnak bele, hiszen ehhez a pincér, a szakács, ezek a munkák kapcsolódnak. Ugye egy turisztikában otthon lévő, egy szállodában magasabb pozícióban dolgozó azért tudja, hogy mi zajlik ott a berkekben, ezért ők most ilyeneket tanulnak, 9.-10. ágazati alapozó tantárgyakat. Kicsit kell tudniuk sütni, főzni, koktélt keverni, hát izgalmas dolgokat tanulnak. Ez pedig egy mai diáknak, én azt gondolom, megint csak nagy előny, hogy ilyen gyakorlati tudással felvértezve léphet ki majd a nagybetűs életbe. Das Kira Wohnhaus, dessen Bewohner 1946 ausgesiedelt wurden und nach vielen Jahren von den Nachkommen zurückgekauft werden konnte, ist in gute Hände gelangen. Heute sind die Zimmer mit der reichen ortsgeschichtlichen Sammlung der engagierten Forscherin von Kier
Agnes Sauer gefüllt. Eines Tages kann vielleicht die wertvolle Privatsammlung ein Museum werden. Agnes Sauer ist in Kiel geboren. Ihr Diplom als Deutsch- und Russischlehrerin erwarb sie in Fünfkirchen. Sie unterrichtete an der Hochschule von Ödenburg. Anschließend arbeitete im Amt für nationale und ethnische Minderheiten in Budapest. Obwohl sie ihr Heimatdorf schon längst verließ, konnte sich davon nie trennen. Jetzt im Haus, wo wir sind, das ist ein altes, typisch Nemetgerer Haus, was ich so vor gut 10 Jahren gekauft habe, weil ich auf jeden Fall etwas behalten wollte für die Zukunft. Dieses Haus gehörte mal der Familie Sommer. Die sind am 5. Juni 1946 mit mehr als 1000 Leuten auf einmal vertrieben worden. Und der alte Sommer, so müssen wir das sagen, der Mischka Vaci, hat sich sehr für Geschichte von niemand erinnert. Er hat sich sehr danach gesehnt, dass er mal sein Haus zurückkaufen kann. Ist sehr oft zurückgekommen nach Nemetger zu Verwandten, ist immer vorbeigelaufen an dem Haus und hat gesagt, also vielleicht werde ich das einmal zurückbekommen. Er hatte sehr darunter gelitten, dass sie rausgeschmissen worden sind. Er hat zum Beispiel 2 Jahre lang bestimmte Sachen gar nicht auspacken wollen, weil er immer wieder damit gerechnet hat, nicht nur er, viele andere auch, dass sie zurückkommen können nach Ungarn, weil wozu? Also sie haben ja nichts verbrochen, warum sind sie da rausgeschmissen worden? Er konnte es nicht mehr erleben, dass sein Sohn das ehemalige Geburtshaus zurückkauft. Die Einrichtung der feinen Stube ist noch die originelle. Zahlreiche Stücke der reichen Traktensammlung gerieten aus Deutschland zurück. Ich war dabei, wo er mit Mutter und Schwager da angekommen sind. Und deswegen erzähle ich das, weil wir reingekommen sind. Und die Mutter hat gezeigt, also schau mal, Agi, da haben die Russen reingeschossen. Ja, also das ist halt, das bleibt auch, das werde ich nicht verbessern. Dieser junge Sommer hat ein paar Jahre das genießen können. Er hat das wirklich sehr genossen, dass er hier ist mit Freunden, Verwandten, da vieles in Ordnung gebracht. Und dann ist er an Krebs gestorben. Und die Verwandtschaft hat mich gefragt, ob ich das Haus nicht übernehmen möchte. Und weil ich sowieso schon diesen Traum hatte, ein Haus hier in Nemetger zu kaufen, dann habe ich das gekauft und seitdem sammle ich ganz, ganz viele Sachen von alten Nemetgerern. Also wenn jemand verstirbt, die Nachkommen, also jetzt habe ich, was auf dem Gang steht, habe ich auch letztens bekommen. Ich habe sehr viele Textilien, also das ist jetzt ausnahmsweise so ausgelegt, weil ich die gebügelt habe. Aber sonst die Schränke, die sind voll mit alten Textilien, mit Bettwäsche, mit Unterwäsche, mit sehr schönen Kleidungen. Und ja, also ich habe meine Freude daran, weiß halt nicht, was damit dann später mal geschehen wird. Es wäre halt schön, wenn das als Museum fungieren könnte, mal sehen. An jedes Stück der Sammlung knüpfen sich persönliche Schicksale und Geschichten. Agnes Sauer erzählt auch über diese, während sie die Kleider, Möbelstücke, Bilder und Gebrauchsgegenstände zeigt. Da habe ich alte Sachen, die sind aus Deutschland zurückgekommen. Das ist ein Brautkleid. Die Bräute waren früher in Schwarz gekleidet. Das ist der Rock, sehr schön, was man in Österreich und Deutschland auch sieht, dass die Trachten verstärkt worden sind mit einer Einlage. Das ist der Rock. Und dann habe ich hier dazu die Schürze. Und auch das Oberteil. Das ist eine Puppe, die meine Schwester gemacht hat.
Also da sieht man wirklich, wie viel Unterröcke diese Puppe trägt und wie viel die Frauen früher getragen haben. Also das war eine extra Kunst, diese zusammenzulegen, weil sonst, also die kann man nicht hinlegen einfach oder aufhängen, sondern die Falten wurden zusammengelegt und so zusammengedreht wie eine Wurst. Und dann haben sie das oben zusammengebunden und so aufgehängt in dieses vordere Zimmer. Das war Kirisches Federzimmer, also da waren nur die Kleider, die Sonntagskleider, und da wurden die Toten aufgebahrt. Sonst hat man diese Zimmer nicht benutzt. Diese Sommerhosen, die sie bei der Ernte und bei den Arbeiten draußen auf dem Feld getragen haben, die waren nicht so dick, sondern da war eine Schnur drin und das hat man zusammengezogen. Und im Sommer haben sie in diesen Hosen gearbeitet. Das ist kein feiner Stoff, also da riesengroß, aber lüftig und praktisch. In die Hose ist das Monogramm des ehemaligen Besitzers Michael Sommer eingestickt. Sein Haus, wo heute das einstige Leben der Kira Schwaben wachgerufen wird, ist in gute Hände geraten. Nationalitäten an einem Tisch. Mit diesen Namen wurde ein Kulturprogramm von der Deutschen und Roma-Selbstverwaltung organisiert. Im Kulturhaus der Siedlung haben sie einander ihre Musik und Tänze vorgestellt. In Ratsbetta leben die verschiedenen Nationalitäten gut zusammen. Es werden sogar jährlich mehrmals gemeinsame Programme organisiert. Táncolnak az újpetrei fiatalok a település művelődési házának udvarán. Itt tartották a Nemzetiségek Egy Asztalnál elnevezésű rendezvényt májusban. Nagyon-nagyon tetszett az ötlet, amikor az Ifjúsági Egyesület és a Cigány Önkormányzat ezt kitalálta, ugyanis nagyon frappáns és jó szlogent hoztak ennek a mai napnak, hogy mind Nemzetiségek Egy Asztalnál. Én azt gondolom, hogy erre most már nagyon fontos dolog van. Még a kultúránkat tudjuk ápolni, tudjuk átörökíteni a gyerekeinknek, már aki vénából képviseli ezt, és azt gondolom, hogy itt és most mindenki láthatja, hogy mi minden kultúra és milyen sokszínű Magyarország. Így a sváb kultúrát, a német kultúrát, illetve a dunamenti németek kultúráját ápoljuk, hiszen itt Újpetrén nagyon sok sváb volt, és van is még, amikor összeírtuk őket, és akik vállalták természetesen. Úgyhogy a mi egyesületünk az egyetlen, akik a sváb hagyományokat ápolják. Ezt a német önkormányzat és a helyi önkormányzat nagyon sokban támogatja, nagyon sok pályázatot nyerünk. A csoportjaink pedig három is van. Egy fúvós zenekarunk van, van a mi tánccsoportunk, ahol gyermekek is már több generációs tánccsoport, és a sváb az ilyen több generációs, és van egy kézműves körünk, ahol nagyon büszkék vagyunk a hölgyeinkre, a nénikéinkre, akik még horgolnak, kötnek, és megmutatják, hogy régen mit is csináltak, és hogyan, olcsón, és ezt bebizonyítjuk még a táborban. Nyáron tartunk minden évben egy tábort, ahol egy kicsit toborzunk is gyerekeket, meg igazából elfoglaljuk azokat a gyerekeket, akik otthon vannak, és nem tudnak a szülők tud róla, hogy mennyit tévéznek, így aztán egy nagyon jó kis elfoglaltság van nekik két hétig. Színpadot, rendezvénysátrat is felállítottak az újpetrei szervezők. Először német zenét, táncot hallhatott, láthatott a közönség. Az Újpetre Ifjúsági Egyesület szervezésében jött létre ez a rendezvény. Fő támogatója az újpetrei német önkormányzat és a cigány önkormányzat Újpetre. Innen is jött az ötlet, hogy nemzetiségi napként szervezzük meg a rendezvényt, és szerencsénkre vagy a jó munkánknak köszönhetően pályázati úton is sikerült nyernünk hozzá támogatást. Így úgy gondolom, hogy egy színvonalas programot tudtunk összeállítani.
A mai nap folyamán igazából a két nemzetiségi vonalat próbáljuk kicsit bemutatni. Főként azt, hogy itt Újpetrén hogyan él meg egymás mellett a svábság és a cigányság. Ezért hívtunk két nemzetiségi fellépőt, ki a cigányságot képviseli, ki a német vonalat képviseli, és mellé persze a populáris vonalat, hiszen azért a fiatal családok, a fiatal párokra is kell gondolnunk. Úgy gondolom, jó az együttélés helyben mind a két nemzetiségnek. Nagyon sok közös programunk van az évek folyamán, már kialakult egy ilyen kulturális együttműködés. Barátnőmmel közösen vettük át nemrég a két nemzetiségi önkormányzat vezetését. Ő vezeti a cigány önkormányzatot, én pedig a német önkormányzatot, és így ez még inkább megkönnyíti a munkánkat. Sok fiatal tudunk bevonni a programba, aminek nagyon örülünk, mint a svábság részéről, mint a cigányság részéről, és van is rá érdeklődés, tehát van rá évről évre nő, úgyhogy úgy gondolom, hogy ezt hagyományá tudjuk tenni Újpetrén. A svábság az konkrétan 108-110 fő a regisztráltaknál, ugye nyilván ezen kívül vannak még a gyerekek a családokban. A cigányság az körülbelül a fele ennek a mennyiségnek, de ők is nagyon aktívan részt vesznek a kulturális életbe Újpetrén. A rendezvény sátor megtelt a produkciókra, sőt még táncra is perdültek a helyiek a sváb zenére. Vor 52 Jahren wurde in der Bavarzer Schule eine sechsköpfige Blaskapelle unter der Leitung von György Ámann gegründet. Seitdem bereiste die Kapelle das halbe Land, sie waren auch im Ausland und gaben vor allem in Österreich und Deutschland Konzerte. Der jetzige Dirigent Balázs Ámann übernahm von seinem Vater den Taktstock voriges Jahr. Die Bläser gaben Anfang Mai auf ungewöhnliche Weise in der örtlichen Kirche mit guter Akustik ein Konzert. Babarcon mindig is fontos volt a fúvószene. Az ifjúsági fúvószenekar 1969-ben alakult. Ámann György kisebb megszakításokkal csaknem 50 évig vezényelte a zenekart, és számtalan diákot tanított zenélni. A karmesteri pálcát tavaly fia Ámann Balázs vette át. A fúvósok rendhagyó módon templomi koncerttel indították a májust. Komoly zenei műveket játszottunk, átiratokat, olyan könnyű zenei műveket, amik azért kifejezetten erre az akusztikára megfelelőek. Több zeneszámot játszottunk, amit már régebb óta tanult a zenekar, tehát nem mindent most tanítottam, mert még apám tanított be, és az ő, úgymondjam, műsorához tartozott. Pörszül zeneszámok, abból kettő is volt, de hát én nekem is volt egy elképzelésem egy műsorról, komoly zenei műsorról is hoztunk szólószámokat, tehát újfajta filmzenéket, például a Schindler listát, gyönyörű szép zenét, tehát egyik kedvencem sikerült megvalósítani. Mondjuk ilyen zenészekkel lehet is, nagyon sok értékes zenész van itt. Jó páran jelentkeztek, hogy jönnének, őket meg nagyon szívesen látjuk és várjuk, sőt, hogyha valaki úgy gondolja és szeretne ez a csapathoz tartozni, akkor szívesen látunk bárkit. A zeneiskolára épülő fúvózenekarokban ott azért van vadászkürt, nekünk azért nincsen. Jó lenne harsona, tehát aki most harsonás volt itt a mai koncerten, ők is segítős volt, tehát ideiglenesen jött csak hozzánk. Sajnos, hogy ezekből a hangszerekből úgy hiány szenvedünk. Az alapító karnagy zenei munkássága során több magyarországi német fúvószenét komponált, hangszerelt. 2017-ben a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata aranydísztű kitüntetést adott neki, ami a magyarországi németség legmagasabb elismerése. Kezei között több száz gyerek és felnőtt elsajátíthatta a fúvószene alapjait, és nagy sikerekhez juttatta zenészeit. Munkássága során egyházi, komoly zenei műveket is hangszerelt, de mindvégig a magyarországi német fúvószene maradt a szíve csücske. Ez tükrözi, hogy 2020-ban Arnold Krisztinával együtt dolgozva négy magyarországi német dalt komponált. Nagyszerűen éreztem magam, először is felelősség nélkül kellett végighallgatnom a zenét, a templomi akusztika pedig egészen más, mint egy sátor, vagy egy kultúrház, ahol szűken vagyunk, és hát magával a közönség is
hát megragadó volt. Ilyen vastapsot egy kis faluban komoly zenei műsort fogadni, hát ez nagyon, nagyon jó eset. 1965-69-ig voltam katonazenész Pécset, és gyakran hallottam a pécsi gyárvárosi utrozenekart, és amikor leszerelés után hazajöttem tanítani, képviselés nélküli nevelővel kezdtem, akkor elmondtam az iskola igazgatójának, hogy nekem volna egy ötletem, ilyent csináljuk mi is, mert nálunk nagy hagyomány van a fúvózenének is. Az ő édesapja zenész volt, és az én édesapám is mindjárt beleegyezett, és akkor kezdődött az utrozenekarnak a oktatás 69-ben. Ámon György munkásságát június 14-én nagyszabású koncerttel mutatják be Babarcon. Az alapító karnagy ezen a koncerten adja át ünnepélyes keretek között a karmesteri pálcát fiának, Ámon Balázsnak. Ich möchte mich für Ihre heutige liebe Aufmerksamkeit bedanken. Auf Wiedersehen.